Sziasztok, szép jó estét mindenkinek! Bilibo Kárpát vagyok, és a ma este ilyen technikai képzés sorozatot fogunk csinálni, és pedig arról, hogy hogyan kell itt a Pure Leverage rendszerben egy weboldalt hírlevél rendszert ugye felépíteni, beüzemelni. Tehát ugye ez több mindenből áll ez a rendszer, tehát nem csak egy weboldalt, az csak egy része, és ugye a ma esti képzésünket tehát arra szánjuk, hogy oktató videót csinálunk, és élőben meg fogom mutatni azt, hogy hogyan kell tulajdonképpen teljesen a nulláról egy weboldalt létrehozni. Itt van egy, ugye ez a belépési felület, itt a pureleverage.com login, és ide már én beírtam annak a csapattársamnak a felhasználó nevét és a jelszavát, ugye akinek az oldalát fogjuk csinálni, és akkor be is jelentkezünk ide. Na, ez itt még a háttériroda, tehát itt gyakorlatilag itt minden angolul van. Viszont a jó hír az, hogy az a felület, ahol magát a weboldalt fogjuk létrehozni, az magyarul is működik, tehát ott már a magyar nyelv is megvan. És hát ugye itt van egy csomó menü, és tehát itt sok mindent tudsz megnézni, meg itt látod a saját csapatodnak is a mozgását, amikor már van, tudsz kommunikálni a csapattársakkal, akkor itt tudod a saját profilodat változtatni, a számlákat megnézni, fel tud venni a kapcsolatot a csapatoddal. Viszont ami ugye nekünk fontos, itt van egy olyan, hogy level 1 marketing site, tehát tulajdonképpen itt vannak azok az eszközök, amit ugye ez a rendszer tartalmaz, tehát a $25 ugye ezeket mind adják, itt az autoresponder, ez a hírlevél rendszer, ezzel fogunk dolgozni, akkor itt van a Post to Your Blog, tehát ezen a poszton, vagyis ebben a menüben fogjuk építeni a weboldalt, és hát itt még vannak ilyen bloggolási guide-ok, domaint lehet regisztrálni, videó e-mailt lehet küldeni ki a kapcsolatoknak, csapattársaknak is, meg ugye hírlevél feliratkozóknak, és van egy konferencia szoba is. Úgyhogy most tulajdonképpen akkor a Post to Your Blog, arra megyünk rá. Na, és akkor mindjárt betölti, most ilyenkor egy kicsit lassú a net. Képernyő megosztás, meg ugye konferencia szoba is. Na, tehát itt vagyunk, ugye egy teljes új blog felületen, ami ez a rendszer WordPress alapú, tehát ha valaki jártas a WordPress-be, akkor itt nagyon könnyen és egyszerűen fog tudni boldogulni. Akkor az első lépés, hogy átállítjuk itt a magyar nyelvre, itt a settings-be, és lejövünk egész ide az aljára, és itt van, hogy site language, tehát itt ugye az angol van beállítva, és akkor itt megkeressük a magyart, itt is van, és rányomunk a mentésre, de még itt átállíthatunk egy pár dolgot, mert ugye itt van például, hogy nekünk a hét az hétfővel kezdődik, nem vasárnappal. Akkor ezeket lementjük. Oké. Itt van már ugye gyárilag úgymond betettek egy honlapnevet, hát természetesen betették azt, hogy a Pure Leverage, ezt át tudjuk írni másra. Itt van ugye a honlap tulajdonosának az e-mail címe, itt vannak az időzónák, ezt is át tudjuk állítani a magyar időzónára, az itt a plusz egyes, a dátumformátumot is át tudjuk ilyen magyarosra tenni, az időformátumot is, és megint lementjük. Tehát ezt a nevet akár itt is megváltoztathatnánk, de majd meg tudjuk változtatni egy másik helyen, azt meg fogom mutatni. Úgyhogy most megint csak elmentjük ezeket a módosításokat. Jó.
Na, a következő lépés ugye a megjelenés, és pedig a sablonoknak a kiválasztása. Itt olyan túl sok sablon nincs, szem 9 sablon közül lehet választani. Nekem ez a szimpatikus, ez a második, ez a kosztüm nevű sablon. Ez azért is jó, mert majd meglátjátok, itt nagyon klassz fejlécképek vannak, ilyen bannerek is, azok váltogatják egymást automatikusan, hogyha itt valaki barangul az interneten, tehát nem mindig ugyanazt a fejlécképet látja. Tehát én bekapcsolom ezt most. És tulajdonképpen ezzel a művelettel már valamilyen honlapunk van is, és itt a honlapjaimnál lehet megnézni azt, hogy tekintsük meg a honlapunkat. Ezt most megnyitom egy új ablakon, hogy ez ne tűnjön el innen. És akkor ugye itt a dollármillió felhasználó név lett megadva a regisztrációkor, tehát az van itt bent a domain névben, és hát ez ugye egyelőre így néz ki. Hogyha valaki mondjuk angol nyelvű, és csak ezt az üzletet szeretné regisztrálni, vagyis reklámozni, akkor tulajdonképpen a weboldal szerkesztése semmi dolga, mert kap itt a cégtől egy testre szabott weboldalt, hírlevél feliratkozókkal, tapasztalatokkal, tehát ez egy kész weboldal, ebbe csak bele kell ülni és kell használni. Ugye hát nekünk annyi itt a hátrány, hogy akkor nekünk létre kell hozni a sajátunkat, és mi úgy fogjuk létrehozni, hogy egy weboldalon tudjuk ezt magát a rendszert is reklámozni, meg ugye a Kairoszt is, mert itt mindjárt a Kairosz üzletet csináljuk. Ezt itt van hagyom, mert majd ahogy a módosításokat fogjuk csinálni, akkor itt lehet követni, hogy miket változtattunk. A következő ugye megjelenés a sablonok után itt van ez a kosztumjáz, tehát itt mindent itt se fordítottak le, ez nem is tudom magyarul éppen mit jelent, ez a kosztum, mindegy, az a lényeg, hogy megnézzük, hogy itt mit lehet csinálni. A site identify, tehát ez az oldalnak a címét jelenti, amit ugye fent van, hogy tour leverage. Na, hát ide lehet bármilyen nevet megadni, hát mivel itt, és ezt mindig meg lehet változtatni bármikor. Most itt nem töltjük az időt azzal, hogy kitalálni ilyen-olyan neveket, én most egyelőre beírom ide azt, ami a felhasználó név is, hogy dollár milliók például. Vagy dollár, hogy van a felhasználó név? Dollár millió. Ja. Vagy kicsit finomíthatunk rajta, millió dolláros üzlet. Na, ez csak példa, át lehet írni. És itt ugye átírta. Itt ezt az alsó sort is ki tudjuk cserélni. Hát ide beírhatjuk, mit tudom én, hogy keres pénzt az interneten. Most csak írok valamit, de ezeket mind meg lehet változtatni. Sőt, azt is lehet, hogyha nem akarok oda semmilyen címet, csak ugye az oldal így látszódjon, akkor egyszerűen itt van egy ilyen pipa, ezt kiveszem innen, és eltűnt onnan ez a cím. De ugyanúgy, ha visszateszem ezt a pipát, visszajött oda. Lehet ide még ilyen bannerképet is feltenni, most azt meg én se csináltam, úgyhogy azzal most nem bonyolítjuk a dolgokat. Ezt minden esetre elmentjük, hogy akkor ez így maradjon meg az interneten, ez egy kis hiba. Jó, oké, azt is elmentjük. Itt már eleve ennek a sablonnak a színvilága, így nekem így tetszik, tehát így ilyen kék ugye a dominálót, szín, viszont hogyha valakinek nem tetszik, akkor itt vannak a színek, és itt lehet átállítani a színeket. Esetleg még ezt a felső szöveget is át lehet állítani kékre, hogy akkor itt ugye az is kék lesz. Így. Kék. Oké. Akkor a háttérszín az most fehér, azt is lehet másra állítani, most azzal se bajlódunk. Akkor azt is lehet, hogy itt mikor rámész valamelyik szövegre, hogy az is más színben jelenjen meg, azokat is itt mind azt lehet állítani. Azt hiszem, hogy ezzel, mit tudom én, most csak így próbából pirossal betesszük. Nem, az a betűket cserélte ki, azt visszaállítjuk fehérre, akkor a felső az, ami mondjuk a pirosra
váltja. Tehát itt lehet játszadozni a színekkel. Az se jó, az se kell nekünk piros, az is kékbe maradjon. Na jó, most akkor többet nem szórakozok a színekkel, tehát látjátok, lehet itt játszadozni. Mindegy, akkor ezt eddig elmentjük. Tehát így gyakorlatilag a sablon be van állítva. Itt, hogyha kijövünk ide és csinálunk egy frissítést, ugye itt van megnyitva a weboldal, akkor gyakorlatilag itt abban a pillanatban átírta ugye az újat. Jó, visszamegyünk akkor itt a szerkesztő felületre. Ja, fejlécképek, vagyis ezeket a képeket is, amiket ugye ők ide gyárilag betettek, itt lehet módosítani. Már ide beraktak 6 ilyen banner képet, tehát mindegyik elég szép, klassz, ugye életstílust mutatnak be, és itt erre az alsó gombra, hogyha rányomunk, akkor ezek automatikusan így cserélődnek a weboldalon. Oké. Sőt, ki is lehet venni, el is lehet távolítani képet, ha valamelyik nem tetszik, sőt, lehet oda hozzáadni új képet is, hogyha ha valaki ért hozzá, hogy ilyen banner képet csináljon, itt van a méret megadva, vagy 1000x288-as méretbe, és ide kattintva fel tud tölteni új képet is. Akkor lehet az egész oldalnak egy háttérképet beadni, és lehet a menüket kezelni, de azt máshol fogjuk, ahol egyszerűbb, meg lehet a widgeteket, oldalbannereket is kezelni, azt is másképp fogjuk. Ide meg visszajövünk, hogy beállítani a statikus front page, az azt jelenti, hogy ha valaki rákattint a képre, vagy itt fent erre a fő címre, akkor meg tudunk adni egy oldalt, hogy mindig hova vigye. Mert hogyha most én oda mondjuk rákattintok, akkor jelenleg ugye az oldal úgy van megcsinálva, hogy hát hogy egy angol szöveg jelenik meg. Na jó, akkor most már tényleg a sablonokkal megvolnánk. Hoppá, nem mentettem el, látjátok, ki akartam lépni, és jelezte, hogy szeretné elhagyni ezt a helyet, mielőtt módosítja, tehát, vagyis mielőtt elmenti a módosítást, oké. Tehát intelligens a rendszer. Jó, na a következő dolog, hogy ugye itt nekünk ide nem ezek az angol menük fognak meg oldalak kelleni, hanem újak kellenek, tehát itt az oldalakhoz megyünk be, és tulajdonképpen az összes oldalt innen el tudjuk távolítani. Bejelöljük itt a cím mellé egy ikon vagy pipával, mindegyik oldalt ugye bejelölte, és itt van egy ilyen csoportművelet, lomtárba helyezés és alkalmaz. Ez nem törli véglegesen, hanem lomtárba helyezi, itt látszik is, hogy a lomtárban van 7 oldal, itt most üres lett. És akkor itt lehet új oldal hozzáadása. Na most, van itt egy trükk az egészbe, tehát mivel ugye most ez a csapat ebbe a rendszerbe tulajdonképpen a Kairoszt promotálja, meg hát magát ezt a rendszert is. Ugye akik a 19 dollárra is előfizettek, azok itt is tudnak embereket regisztrálni. Ezért, ugye ahogy említettem az elején, egy másik oldalról, egy meglévő oldalról fogjuk áthúzni az anyagokat, mert akkor sokkal gyorsabban kész lesz a weboldal. Ezért bemegyünk itt a pénz, jó felhasználónél, ez a Margónak az oldala, aki a Vizika szponzora. Bemegyünk az ő oldalára, és ha megfigyelitek, két böngészővel dolgozok, tehát az előbb voltam a Chrome-mal, most átmegyek vagyis az Operával, most átmegyek a Chrome-ra. Ez azért fontos, mert nem lehet azt, hogy egy böngészőből két felhasználónak az oldalára menjél be, azt nem engedi a rendszer, össze fogod kúszálódni. Na, most miért nem engeded be? Nem jó a jelszó? Megnézzük. Jó, na most már beengedett, szuper, hiper, szuper. Tehát neki is azt csináljuk, hogy bemegyünk ugyanúgy a level 1-be, a Post to Your Blog, csak hogy neki már kész van az oldala. Könnyen be fogja tölteni.
Lehet, hogy új oldal, vagyis új helyen kellett volna megnyitani, hogy maradjon nyitva, és visszalépek pillanatra, mert majd itt ez a háttérirodára is szükség lesz a hírleveleknél, ezért ezt megpróbálom új oldalon megnyitni, de viszont nem lehet. Na, még egy pillanat. De, megnyitás új lapon. Tehát a weboldal szerkesztést egy új lapon nyitottam meg, azért, hogy így a webiroda is nyitva maradt. És akkor mindjárt betölt itt az oldalt. És hogyha megnézzük ezt az oldalt, ugye itt lehet a honlapjaimnál megnézni, ezt is egy új oldalon megnyitom. Szerintem már nyitva volt, de mindegy, bezárjuk. Hát akkor ez már egy kész oldal. Tehát ez a kezdőlap, ott ez a menü van. Itt ugye automatizált online rendszer, itt magát a pull leverage rendszert mutatja be ebbe a menübe. Itt van még egy almenü is. Tehát itt ugye az van, hogy milyen csomagokat ad a rendszer $25, fel van sorolva, és itt az alján van egy regisztrációs link is. Ha arra rákattint valaki, akkor itt a Margóhoz be tud egy az egybe regisztrálni, itt van a neve, Zimmer Lászlóné, mert ugye ő affiliate-re is előfizetett. Ezt bezárjuk. És a következő menübe, ugye itt van ez a tett pénzkereső családtaggal számítógéped, ugye ez a Kairoszorszól, meg itt is van egy almenü, hogy itt kezd el. Ezeket is meg lehet nézni. És gyakorlatilag, ugye itt van a hármas stratégiának már a két pillére. Nálam van az én oldalamon még kettő, ugye van az egészségmegőrzés, meg van a gerinckezelés, tehát ott már négy dolgot képviselek, tehát az enyém már négyes stratégia. Na, igen, itt van a Kairoszról ugye ez a tájékoztató, és van itt egy ilyen rólam rész is. Ide én még nem írtam semmit, ide majd a Markó fog írni magáról, vagy csinál egy videót, egy bemutatkozó videót, és akkor azt ide beteszi. Most visszamegyünk az oldal szerkesztésre, és bemegyünk az oldalakhoz, ahol ugye neki létre vannak hozva ezek az oldalak. És akkor megnyitjuk itt a legelsőt. És hát ugye ez a szerkesztő felület maga az oldalnak, amit az előbb mutattam, és ezt át tudjuk másolni egy az egyben, viszont nem itt másoljuk, nem itt jelöljük be, hanem ugye most itt, ha megnézzük, itt az van, hogy vizuális. Tehát ez az oldalnak a vizuális részét mutatja, viszont itt van egy olyan text. Erre rákattintok, akkor tulajdonképpen egy csomó cripscraps van. Ezt máshol úgy jelölik, hogy HTML kódolás. Tehát ugye az oldalnak, minden weboldalnak van egy ilyen HTML kódolása, és itt ezt jelölöm be a CTRL-val, az egészet, mert itt ez elég hosszú, és csinálok egy másolást. Akkor visszamegyünk ugye az az oldalra, amit szeretnénk létrehozni. Mivel itt még nincs oldal, itt egyszerű a dolog, új oldal hozzáadása. Igen. Üres itt minden. És itt is a textre megyünk. Tehát itt nem oda helyezzük be, ahol a vizuális része van, hanem a textre jövünk. Ide kattintunk, ugye, balegér gombbal és beillesztés. És azt a cripscraps írást ide betette. Viszont ha most visszaváltunk a vizuálisra, akkor meg fog jelenni. De visszamegyek, és hogy a címet se kelljen írogatni, a címet is bemásolom, másolás, és a címet is ide áthozom, akkor így gyorsabb a dolog. Oké. A következő művelet, ugye, ezt most már el lehet menteni. Itt meg is lehet nézni előnézetben, hogy néz ki, akár meg is nézhetjük. Szerintem többinél nem fogom, most csak itt megmutatom, hogy mielőtt elmented, vagy publikálod, meg tudod nézni, hogy néz ki az a rész. Tehát így. Viszont itt látjátok, teljes szélességben van. Azért nem jó, mert ugye minden szeretnénk oldalban nereket, ilyen widgeteket elhelyezni, ezért minden oldalt itt át lehet állítani az alapértelmezetből egy ilyen sidebar template,
Tehát erre állítjuk át, és ha most csinálunk egy előnézetet, és megnézzük itt, akkor gyakorlatilag megjelentek itt ezek a widgetek, amik ugye, ezek még az angolok eredetileg ide berakva, de ezeket is el fogjuk távolítani, hogy teszünk be sajátot. Na, tehát az a lényeg, hogy ez a beállítás itt még fontos, és ezzel meg vagyunk akkor közzététel. Jó, akkor egy pillanat, mert itt én ezt le fogom itt zárni, hogy itt ne látszódjunk mi, mert itt eltakarja nekem a menüket. Na, akkor visszamegyünk ugye arra az oldalra, honnan másoljuk a dolgokat, megint csak bemegyünk az oldalak listájára. Oldalak vagy All Purges, mindegyik oda visz. Hát akkor vesszük a következőt. Most egy kicsit felgyorsítom a dolgokat, mert nem fogok annyit magyarázkodni. Ugye az a művelet, másolás, most elsőnek a címet másoltam, teljesen mindegy, új oldal hozzáadása, és így már elég gyorsan megy a dolog, beillesztés, akkor itt ugye már eleve a texten van, tehát ezt másolhatom, bejelölés, másolás, itt is áttesszük a textre, beillesztés, vizuális, alapértelmezett színe, oké, közzététel. Tehát ilyen gyors, most felgyorsítjuk itt az eseményeket. Most meg sem nézem, biztos, hogy jó, ha esetleg mégsem jó, majd a végén úgyis kiderül, de gond nélkül át szoktam másolni mindent. Oké, ez az új, ugye ez az itt kezd el, ezt is, hát ezt gyorsabb, ha ott majd beírom, inkább másolom itt a szöveg részt, ugyanúgy új oldalt létrehozok, és itt akkor már beírom itt kézzel, hogy itt kezd el, oké, text, beillesztés, alapértelmezetlő erre, közzététel mehet is, amíg lementi, már vissza vagyok ide jöve. Hát a héten már 6 vagy 7 oldalt csináltam, vagy nem a héten, tegnap és ma, úgyhogy ezért lehet itt ilyen gyorsan dolgozni. Ugye már itt vagyunk a rólam, hát ezt a rólamot nem nyitom meg, mert ott az üres, azt csak ott létrehozzuk, hanem itt még van kettő, ugye ez a start, ha szeretnéd egy óra alatt elindítani az üzleted, ez már elég hosszú cím, itt akkor másolom a címet, gyorsabban megy, új hozzáadása. Ha nem tudjátok követni, aki majd a videót nézi, ezt úgy lehet, hogy lépésről lépésre csinálni. Tehát a videót meg lehet állítani. Akkor itt ez is másolás, beillesztés, alapértelmezetről áttesszük, cím megvan, oké, közzététel, akkor már csak egy maradt. Oké, itt van az, hogy te pénzkereső családtaggal számítógéped, ez az utolsó, itt másolás. Megint csak egy újat adunk hozzá. Beillesztés, akkor a szöveg. Texten van. Beillesztés. Jó. Közzététel. Na, most megnézzük, mit csináltunk. Hogyha itt most visszamegyünk az oldalak listájára, itt ugye megvan, megjelent mindegyik oldal. Ja, kivétel egy, amit mondtam, hogy nem hozunk át, már üres, de létrehozzuk a rólam nevű oldalt. Tehát létre lehet hozni úgy is, hogy itt még nincs semmi szöveg. Utána ugye itt, hát ez olyan, mint egy Word dokumentum, ide fogja az ember, bemásolja a dolgokat, beírja, és akkor utána elmenti. Na most kiterlem ezt a Cripsclapsot, közé tesszük. Jó. Na viszont, hogyha most ide kijövünk, ugye a megnyitott oldalra,
Itt hiába frissítünk rá, itt még nem jelennek meg, amiket létrehoztunk oldalak. De hogy is nem. Megjelentek, na jó. Az még jobb, de viszont mi még át fogjuk rendezni egy kicsit másként ezeket. Úgyhogy akkor most visszajövünk megint csak ide a szerkesztő felületre, és itt van egy olyan, hogy megjelenés és menük. Létrehozunk egy menüsort, amit mi kezelünk, és mi szabjuk meg, hogy nézzen ki az a menüsor, melyik oldal hol legyen. Hát ezt egyszerűen elnevezzük menüsornak, és rákattintunk a létrehozásra. Jó, meg is van. Itt be lehet azt jelölni, hogy, vagyis ezt mindenképp be kell jelölni, ez azt jelenti, hogy ugye a fejlécen felül megjelennének ezek a menük, de viszont be lehet azt is, hogy a footer, tehát a láblécen is megjelenjenek a menük. Tehát ha valaki az oldal alján van, és ott akar átváltani az egyik oldalon a másikra, akkor ott is megteheti, tehát érdemes mind a kettőt bejelölni. Ezt az automatikus kockát itt nem jelöljük be, ennek az a szerepe, hogyha létrehozol egy új oldalt, és azt nem akarod, hogy látható legyen, tehát egy ilyen rejtett oldal van, ennek ugye egy olyan trükkje is, tehát akkor, hogyha ezt bekattintanám, vagyis bejelölném, akkor nem lehetne rejtett oldalt létrehozni, mert minden oldalt, amit létrehozol, automatikusan láthatóvá tenné, tehát én így nem akarom, hogy láthatóvá tegye automatikusan, azt én döntsem el, hogy melyik oldalt akarom, hogy látszódjon. Viszont itt ugye még a menü üres, a menünek a struktúrája, ezért itt láthatók azok az oldalak, amiket épp most létrehoztunk, és rákattintunk arra, hogy mindent kijelöl, és hozzáadjuk a menükhez. És ide betette. Na most, itt ugye a sorrend úgy van, hogy ami legfelül van, az az oldal bal oldalán látható. Tehát itt, hogyha megmutatjuk a kész oldalt megint, tehát ugye itt ezt én döntöttem el, hogy ez a sorrend így legyen, de hát ezeket is lehet bármikor változtatni. Viszont itt, amikor ide betettük, akkor ide egy össze-vissza bedobálta nekünk. Tehát melyiket szeretnénk felül tenni? Én ezt teszem felül ide, legfelül. Viszont ennek elég hosszú a címe, ezért, sőt ez az oldal úgy van megcsinálva, hogy ez kezdőlap legyen. Itt a látható címét, itt tehát a navigációs címke, ugye ezt úgy hívják, ezt lerövidítem mondjuk kezdőlapnak. Oké? És akkor csak így ennyi fog látszani. A rólam az a legvégén van, tehát ide legalóra tegyük, akkor ugye ez az automatizált online rendszer, ez a második, tehát itt egyszerűen rányomok és csúsztatom. És ugye ennek van egy almenüje, ez a start. Azt felhozom ide alá, és egy picit jobbra húzom, és akkor almenüként fog megjelenni. Ez a tettkereső, vagy pénzkereső családtag, a számítógéped, ugye ez a Kairosról szól, és a Kairosnak is van itt egy ilyen almenüje, ezt is behúzom ide almenünek. És akkor tulajdonképpen készen vagyok, ezt itt elmentem. Mentés. És akkor most idejövünk az oldalra, és csinálunk egy frissítést. Teljesen átváltozott az egész menüsor, ugye? Úgy van, ahogy én akartam. Tehát itt a kezdőlap, rákattintunk, és feljön itt. Hát ez is egy ilyen bemutatkozás, itt, nem, itt az oldalt mutatja be inkább. Én egy videót is tettem ide, tehát aki majd szeretné, Margó, ti is csinálhattok egy videót. Videóban elmondjátok, hogy mi is ez az oldal, miről szól, mik vannak rajta. Én itt egy ilyen bemutatkozó videót csináltam. Itt egy kicsit a színek ugye elhalványulnak, de ha ráhozza, akkor látszik. Tehát az előbb, ahol a színekkel játszadoztam, ezeket itt még mind lehet állítgatni, most nem megyek oda-vissza, de ezeken lehet változtatni, és akkor ugye itt van a kairoszos rész. Na, úgyhogy eddig jó. Most kiszedjük innen ezeket az oldal dolgokat, mert ezek ugye nem kellenek nekünk. Megint csak visszajövünk ide a szerkesztésre, és ugye az előbb itt voltunk a menüknél, most idejövünk a widgetek menübe, vagyis igen, menü, és tulajdonképpen ami itt látszik, hogy a Mind Seed Bar alatt
ezek vannak oda kitéve, tehát ezek nekünk nem kellenek, és ez is annyira egyszerűen van megcsinálva, hogy ez például nem kell nekem, mert ez a feliratkozó, ez egy angol, ugye, hát nekünk angol nem kell. Ezt egyszerűen fogom, és lehúzom ide. Azért húzom ide le, lentre, mert itt van egy olyan, hogy kikapcsolt widgetek. Én ide félreteszem, bármikor innen visszavihetem, ha úgy van kedvem. Watch this video, ugye ez egy videót mutat be, ez se kell, ez is egy valamilyen angol videó, ezt is ide lehúzom, bárhova beteszem ide. Ha úgy gondolom, fogom és visszaviszem, tehát nagyon jól ki van találva. Ez alatt nincs semmi, tehát ez egy üres valamicsoda, viszont a testimonial azt is félrehúzom, mert itt, ha megnézitek, ide be van rakva egy csomó angol tapasztalat, tehát most azokra sincs nekünk meg egyelőre szükség, majd magyar tapasztalatokat teszünk helyette. Tehát ezt a tapasztalatos dolgot is ide visszahozom. Egy dolgot hagytam meg, ez a search. Ez ugye, ez egy ilyen keresőbe, adhatunk is egy nevet neki, hogy keresés. Elmentjük. Tehát akkor tulajdonképpen meghagytunk itt egy ilyen keresőt, és ha most frissítünk, akkor a többi mindjárt el fog tűnni. Látjátok, minden más eltűnt, egyedül ez maradt, ez a keresés. És akkor ide például, ha valaki beírja, hogy Kairos, és nyom egy Entert, akkor ugye megtalálta azt a két menüt, ami a Kairosról szól. Úgyhogy ennek ez a szerepe. Jó. Na most, akkor tulajdonképpen az oldallal nagyjából készen is vagyunk. Úgyhogy most megállítom a videót, és hogy ne legyen olyan hosszú videó, mert a következő videóban még itt az oldal szerkesztésével, tehát a szövegeknek, vagyis ugye átmásoltam a Margónak az oldalát, és az oldalon például, hogyha idejövünk a Kairosos oldalra, ugye itt el vannak helyezve regisztrációs linkek, és azok a Margó regisztrációs linkjei, és azt mi ugye át szeretnénk írni a Gizikem regisztrációs linkjeire, úgyhogy akkor azt a következő videóban fogom megmutatni. Úgyhogy most...